Ha osztrák műanyagtokos pisztolyra gondolunk, akkor mindenki, szinte mindenki azonnal rá fogja vágni, hogy Glock, de nem, ez egy Steyr. A Willy Bubitz által több mint 15 éve tervezett Steyr M és S, illetve később L pisztolyoknak, ez immár a harmadik generációja, ez egy 5-szoros csövű L9A2 MF jelzésű, tehát nem sikerült kifejezetten egy jól csengő, könnyen megjegyezhető nevet találni. Ami alapvetően a műanyag toknak a kialakításában tér el a korábbi változatoktól. A teszt során a Steyr L9A2 MF pisztolyban a Fiocchi 9 mm Luger 158 grain full metal jacket lőszert fogjuk használni, ez egy szubszonikus lőszer egyébként. A Steyr pisztolynak az acéltestű két soros tárában 17 darab 9 mm Luger lőszer fél. Nagyon-nagyon kicsi a hátrarúgása, nagyon egyenes vonalú, tehát ez az alacsony csőtengely vonal ezt tényleg csodát tud tenni. 7 méterről egész tűrhető sebességű duplákkal, 17-es tár kilocsolva, szerintem ez egy elég jó első próbálkozás. Jó, tehát mint látható ennél a pisztolynál, nagyon kényelmes és nagyon jól érdesített ez a markolat, ez a skateboard tape jellegű mintázatot kapott, de mégse szúrja a kezed vagy az ember oldalát viseléskor, nagyon jól tapad, illetve ennél hasonlóan például a HKM-SFP9-hez vagy P30-hoz nem csak a markolatnak a hátsó része cserélhető, két félét kapunk plusz ami a fegyverem van, hanem az oldalpanelek is cserélhetőek, ugye lefele lehúzható és berakható egy vaskosabb, tehát bőven az ember a kezéhez tudja állítani a fegyvert. Ezzel nagyon kevés műanyagtokos dicsekedhet. Már tervezéskor alapvető cél volt ennél a fegyvernél, hogy rendkívül alacsony legyen a csőtengely vonal. Ha megnézzük, azért ilyen furcsa ez a markolat íve és a fegyver formája, mert szinte a kezem fölött van a csőtengely vonal, alig pár milliméterrel, ezáltal a hátrarúgása tényleg nagyon-nagyon kicsi ennek a fegyvernek, és sokkal inkább egy kicsi tolást érzünk, mint hogy felcsapódást, nagyon gyorsan lehet vele ráduplázni. Ez ennek a típusnak egyébként az abszolút legnagyobb előnye. 20 méter, lassú lövész. Lövészet. Lassú lövészet. Nagyon rövid úton süt, szinte a billentyű biztosítót jobban érzem, mint magát a sütést. Emiatt egy Glockhoz szokott kéznek, szinte könnyű is elrántani, túl könnyű a sütése szinte. Első próbálkozásra, 20 méterről, kétkezes megfogással, ez körülbelül a 6 centi szórás 5 lövésből. Hát ami szerintem kifejezetten figyelem, ami attól egy alapvetően szolgálati jellegű pisztolytól. Tehát most a 20 méterről a közepére célzom. Nagyon szokni kell ezt a sütést, tehát annyira kis könnyű, és a végén van egy egész pici reszelés, de annyira rövid úton, hogy nekem ez már szinte túl jó.
és bár fehér ponttal kontrasztosítottak az irányzékaim, azért fekete háttéren ezt nehezebb így is megtalálni. Szerintem ez rosszabb lesz, mint az előző. Itt látszik, hogyha fekete irányzékkal fekete hátteret kell megcélozni, mennyivel rosszabbat tudok lőni. Fegyver ugye egy klasszikus Glock-szerű estő szerkezetet kapott billentyűbiztosítóval. Ugye ez egy Striker-es ütőszeg típusú estő szerkezet, de teljesen megfeszített. Tehát innen már nem feszített pluszba. Ezáltal nagyon finom lett a sütése, szinte már túl jó egy szolgálati pisztolyhoz. Viszont amivel megfejelték, és ez egy igazi furcsaság, hogy a fegyveren van egy megfeszített estő szerkezetnél bekapcsolható biztosító. Itt véletlenül nem nagyon tudom aktiválni, mert egy kézzel nem lehet, csak két kézzel rányúlva. Lehúzom, itt kijön egy kis panel az elsütő billentyű fölött. Most nem tudom meghúzni, ha fölnyomom, utána meg tudom húzni. Tehát kibiztosításhoz mindenképpen be kell nyúlni a sátorvosba, ami szerintem alapvető biztonsági szabályok megsértését jelenti. Változás még a korábbi kivitelekhez képest, hogy tártörzsért kapott, tehát szinte csak itt be lehet dobni a tárat, nagyon könnyű a tárcsere, a tárkiódunkat pedig átszerelhetjük valósra, ugye mind a két oldalt van rögzítő elem a táron. Viszont ha megnézzük, hogy ez most a 10 lövés, amiből 2 biztosan emberi hibára ment el oldalra, akkor ennek a 10-ből 8-nak nagyon-nagyon szép szórása van 20 méterről. Egy csomó egybe is szakadt.